Abszolút illet az alsóházi rangadó jelző a Pémáv és a Nagy Rábé csapat bajnokiára, hiszen a két gárda egyaránt egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdte az idei pontvadászatot. Ráadásul a megszerzett pontok tekintetében is igencsak hasonlóan rajtolt a két gárda, lévén, hogy a vendégek 9 és fél, míg Egriék 9 egységet gyűjtöttek eddig. Mivel a tavalyi sorozatban Nagy Rábé is sikerrel ért véget a találkozók, így itt volt a lehetőség a visszavágásra. Ez azonban ezúttal nem jött össze, aminek az oka elsősorban a hátsó táblák eredményeiben keresendő. Az első öt táblán ugyanis három és fél pontot gyűjtöttek a mieink, ami megalapozhatta volna a győzelmet. Az első táblán Egri László, a harmadikon pedig Keserű Tibor is nyerni tudott, miközben a másodikon Ács László, a negyediken Cigler Dezső Zoltán, valamint az ötödiken Pap Attila is remizett. A további táblákon azonban már korát sem ment ilyen jól. Csupán a hatodik táblán játszó vonalajos tudott egy döntetlen elérni, és ez meg is pecsételte a PMF teljesítményét. Így ezúttal is a rábélyak örülhettek a csapatgyőzelemnek, ami végül 6-4 arányú lett. A megszerzett négy pont azonban nagyon jól jött, ugyanis ennek köszönhetően mégiscsak előlépett a tabellán a társaság, s immár a Nádudvart és a Debreceni sakbarátok kettőt is megelőzi. Folytatás 2019. januárjában.